Köszöntök mindenkit, itt újra megint Skyblock, még mindig. Na hát, mondom, hogy mi a tényállás, rengeteget filóztam rajta, hogy most amúgy mit kéne csinálni, hogy nyomassam-e tovább a Skyblockot, vagy inkább vegyek fel egy 25. vagy 6. nem tudom melyik túlélősziget csoport részt, és végül is úgy döntöttem, hogy vegyünk Skyblockot, mert túlélő sziget csoportban van bőven. Na. Csak én láttam, hogy itt valami lezuhant? Vagy... Na majd visszapörgetjük. Na, természetesen mondanom sem kell, beszédtémával nem készültem. Így hát improzunk. Miről lehetne itt beszélni? Cardano képlet, Zergú. Nem baj. Tököt félretesszük. Vagy nem? Mégse tesszük félre, mert valami hülye okból nincsenek meg a tök magjaim, pedig meg kéne legyenek. Csontom egy van. Jó, most katujázok amúgy erőteljesen. Két gyapjú királyság. Na jó. Na, amúgy végignéztem, és hát elgondolkodtam rajta, hogy mit lehetne itt ugye legközelebb csinálni. Hát egyrészt ugye ezt a hidat itt be kéne baromira már fejezni, hogy egy ilyen három egység széles meg legyen. Mert miért ne fejezném, amikor... Most jó, hogy nem, majd itt kóvájgok az egy egység széles hídon. Na. Továbbá, ugye most ez a 24 homokot akár ki is égethetném üvegnek. Ami egyébként úgy nem is egy olyan hülye ötlet. Majd, hogyha építek egy házikót, akkor ugye jó volna, ha lenne. Ja. Na. Hát mit csináljunk? Meséljem el a tegnapi napomat? Ugye nekem most elkezdődött itt egy szünet, úgyhogy jó sok részt fel fogok venni, egy ilyen 5 napos szünet nekem most megkezdődött. És tegnap én felvettem egy ilyen 1 óra 25 perces izért. Ne folyjatok le! Basszú! Anyád, ez nagyon megütött. Ezt ugye nem tudom, hogy amikor csatornába így folyok le, akkor miért van az, hogy így megüt. Na, tehát... Na jó, ezt megérdemeltem. Tehát elkezdtem egy ilyen nagyon jó... Elkezdődött nekem egy ilyen nagyon jó dolog, amit szünetnek hívnak. Így most kellőképpen sokat tudok majd videózni nektek, meg reméljük föltöltögetni is fogok tudni, tehát így... Most per pillanat úgy vagyok, hogy... Mindjárt kinyögöm, csak közben itt... Most nem forog az agyam. Na, basszus. Na, tehát az a helyzet, hogy ugye tegnap fölvettem 1 órányi és 25 percnyi túlélő, nem túlélő szigetcsoportot, hanem ilyen ezt, ilyen skyblockot. És, na, megy le fasza. Hú, dinnye. Hopp, 9 dinnye, hoppá, olé. Na, tehát mit akarok mondani, fölvettem egy csomó ilyen túlélő Skyblockot, értsétek rá, légy szíves, kösz. És hát most gyakorlatilag úgy vagyok, hogy... Hogy lesz még időm bőven, tehát ezt a Skyblockot nem tervezem olyan hosszúra. De basszus, amelyik nem megy bele a lávába, az meg lefolyik a lefolyón. Ez a lefolyó, ezt elneveztem amúgy lefolyónak, ahol itt is folyik le a víz. Micsoda őskreatív dolog. A lefolyó, ahol lefolyik a víz.
Na. Basszus. Na végre. Lassan elkezdenek spavnolni a mobok. De menet közben... Mit szólnátok egy kis kemencéhez? Hoppá! Azt még pontosan nem tudom, hogy fűteni, mivel fogok zömmel fával szerintem. Éppen ezért fogok is egy seplinget. Meg egy kis csontport. Hua, szép nagy darab. Termetes. Termetes egy jószág. Na most így beállok alája, már úgyse hatrán Newton törvénye. Tudjátok, Newtonnak volt ez a gravitációs törvénye. Amit állítólag úgy fedezett fel, hogy fejére esett az alma. De ez szerintem hülyeség. Mert így senkinek nem jön ötlet, hogy a fejére esik egy alma. Na jó, hagyom, hogy dobálja magától a szeplingeket. Amúgy valami, hát ide is... Olé, olé. Itt most bunyó lesz. Figyelem, kérdés minden nézőnek. Ki mondogatta mindig, hogy itt most bunyó lesz? De ne úgy gyere, te hülye zombi, mert leessel, leessel. Mondom én, hogy leessel, te hülye zombi. De mondom, hogy leessel, basszus. Na gyere, pók, gyere, pizipók, gyere, gyere, pók, pók, pók. Na, most már köszönöm. Háj, de jó sok fonált adott. Vissza se gyere. Na, ezt a csontvázat most le akarom szerelni csontok reményében. De olyan bénán jön ez is szegényen. Basszus! A sok béna mind leesik. Így né, gyere piszipók, gyere, gyere, gyere pók, te ne essél, te ne légy ilyen balfasz, mint a többi. Hopp, krípa leesik. Amúgy, nehogy álmod a földre. Na gyere pók, gyere gyere pók. Ilyen hitfájtok vannak, most már nem olyan izgalmasak, mint legelőször. Az anyád úr is. Basszus, mi az, hogy a zombi csak így átjön a kaktuszok között? Javágom, mi van. Jó, hát tapasztalatot, azt már szereztem tömérdeket, csak... Most így amúgy lemegyek a hídról, most rögtön tele lesz minden, de most csak így az izgalmat akartam fokozni egy kis hídfájtal. Amúgy, tehát ez már így nagyon hiányzott. Meg ami azt illeti, hogy fát akartam meg fonalat. Ja, pont kevés a fonál az ágyhoz, nem baj. De talán még orvosolható. Az anyját, ezek hogy fognak reggel égni? Na. Még időbe kapcsoltam.
ahogy most elméláztam, mint füles. Azt így nem lehet kicserélni, basszus. Na, szóval amúgy akkor... Hát beszélj téma, az még mindig nincs. Basszus, már réglek. Hoppa. Itt egy kicsikét lehetséges, hogy elszámítottam magamat. De pont volt elég kövem a... micsoda mob parádi. Hát most nézzetek már oda az istenit. Hát ezt muszáj lesz föntről megnézni. Na. Most tudom, hogy nagyon sok a fight, de hát... Azt, ahogy oda tömörültek. Aztánetek. Na. Szóval, elbarmolódott a kövem. És azon gondolkodok, hogy milyen házat tudnék építeni, leginkább azon, hogy milyen alapanyag áll rendelkezésemre, tehát gyakorlatilag kő meg fa, és amit ebből össze tudok csinálni. Na már ne értsetek félre, nem akarok én semmit összecsinálni. Na, nézzünk már rájuk. Basszus, még endermenek is. És ott potyognak le. Jaj, de jó, hát ez nagyon profin néznek ki. Na, gyorsan nézzünk egy 12... Mondom, 12. Az, hogy lesz az... Így lesz jó. Na. Miközben itt bontogatom, várjuk a napfelkeltét, ugye? Elvileg itt 10 percesek az éjszakák és a nappalok. És valóban lassan kell fel a nap. Az endermenek elhúztak. Jól tették. Ez most lehet, hogy hülyeség volt, mert nem közé. Az mi? Basszus, kigyulladott. Hú, kigyulladt, szerintem a lávától meggyulladt. Na, jó van, most ilyen meglepetéseket elkerülendőn mondom, hogy... És elfogyott a fa. Egy kis tök. Na, most pedig lemegyek, mert... Pók, gyere, 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 pók. Gyere, pók. De miért nem adnak a pókok fonalat? Ha még kéne pontosan egy darab fonál. És ezek a szemetek nem adnak. Akkor se adjam meg a szeplinget. Ami nekem egy még nagyobb szomorúságom. Viszont a kaktuszom növekedett. Lassan ki kéne találni... Ó. Lassan ki kéne találni, hogy hova épüljön a házikóm. Szepling, gyere, gyere, szepling. Na, de gyorsan ki kéne találni, hogy hova épüljön a házikom. Mert ha nem találjuk ki, akkor hú, hát az borzasztó lenne. Na. Na. Hoppa. Na mindenki elégett, akinek el kellett. Azt nem tudom, mi lesz majd a creeperrel. Várjuk, amíg kispawnolnak, vagy nem tudom. Szerintem inkább férfi módra megküzdünk velük. Gyere, creeper!
csont. Uff. Baszki. Jó, hagyjuk a férfi módra küzdést. Amúgy kitaláltam én valamit. Ez kell. Meg ez kell. A basszus, beállt oda elé, és nekem még elfogytak a... de még egy van. Na, fejre megyünk. Na, most küzdünk meg velük. Na, basszus, na. Engedj. Megküzdök velük. Megküzdök velük. Most már merek emberkedni. Na, az ilyen harcokat szeretem, hogy csak így ütöm és hal. De ő is. Ezeket már tisztességesen meggyepáltam. Hopp, csont és így nyíl. Hopp, még egyszer elkaptam röptében. Na. Megvan. Hú, most azt hittem, hogy leesett. Ami akkora tragédia, most tulajdonképp nem lenne, de azért nem szeretném, hogy leessenek a dolgok, csak úgy újjanak, mint a legyek. Na jó, most valahova szerintem ide fogom én építeni a házamat, ezt a plasztot így kibővítem, és így a kaktuszok köré fogom építeni a házamat. Így, ja. Ez így nem egy olyan hülye ötlet. Valahogy így. Csak még itt ezt a részét ki kéne egy kicsit bővíteni, és akkor már szupi, vagy a szupi lenne. Na, amúgy most gondolkodok, hogy milyen alapanyagokat tudok én megcraftolni. Hát most tudok olyan kőtéglát csinálni. Azt ennyi. Utálom, hogy mindig itt marad egy lomb. Ja, ezt megcraftoljuk. Ja, jó lesz. Na, és akkor szerzünk még zúzott köpt. Zúzott köpben nyilvánvalóan nem fogok építeni semmit a házon. Bár aztán fene tudja, lehet, hogy még akár dizájnos is lenne. Egy kis zúzott kő itt, egy kis zúzott kő ott. Very good. Na. Egyszer a háznak az alapét akkor is meg kéne csinálni. Most gondolkodok ilyenbe is, hogy csillerendszer, de hát az vas kéne minimum, hogy én csillézgessek. Három izé, három kőnek kell maradni, azt azért vegyük figyelembe. Na, ez pont megvan, pont jó. Pont úgy van, ahogy én azt elképzeltem. Jó lesz ez itt. Majd ezt még így oda kéne kapcsolni, így végig kéne még vezetni x-ezer láncot, de most azzal egyelőre nem idegesítem az agyamat. Na. Gyerünk gyorsan. Hoho. Jók vagyunk, figyeljünk, jók vagyunk. Na, gyerünk.
Nem tervezem amúgy hosszúra a részt egy fél órásra. Nem összekeverendő azzal a résszel, ami viszont egy és fél órás lett. Az egy ilyen egyszeri alkalom volt, mert sokáig nem raktam föl itt semmit nagyon, és beígértem ugye 10 feliratkozó az a bakelit szerző cuccot, aztán már rég megvolt a 10 feliratkozó, és még utána 2 hétre ráraktam csak föl, és akkor ez így. Mert most jön ez a szünet. Tehát most ugye úgy néz ki, hogy a legtöbben ma még péntek van, ma még iskolában vannak, mi már nem. Tehát nálunk már tanárok azok elmentek az értekezletre, bla bla bla. Ez engem már nem érdekel, hogy hova mentek. És igazából így nekem most egyre hosszabb nap, egyre több napos a szünet. És gyakorlatilag ez úgy fog kinézni, hogy még jövő héten szerdától szombatig járunk, ami ugye 4 nap, még szombaton is megyünk, szombat is tanítási nap lesz, viszont utána meg őszi szünet lesz. Na, tehát utána meg őszi szünet lesz, tehát most így ilyen olyan időszakot élünk, amikor lehet rakni a videókat. Tudom rakni, tehát most töltődik föl jelen pillanatban ebben a szent minutumban a Túlélő-szigetnek a 16. része Túlélő-sziget csoportnak, és csak azt leharapom. Na. 22-nél járunk, az már egész jó, főleg ha még 23 is ollé. És akkor mondjuk 12-vel ki tudok én égetni 18-at. Na basszus. Na jó, tudod? Akkor így csináljuk. Örülj magadnak. Garnier, örülj magadnak. Az amúgy törődj magad, de mindegy. Na, meg majd egy kis festéket is lehetne. Gyere kicsi dinnye, gyere kicsi dinnye. Na. Amúgy az a baj, hogy 18-ból abból pont nem leszünk jó, de mindegy, mert még a házfalát is ilyen kiégetett kőből szeretném. Tehát majd még úgy meglátjuk, hogy hogyan leszünk. So we back in the mine, guys. Amúgy én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de szerintem baromira feldobná ezt a dolgot, hogyha lehetne egy kis zene itt. Tehát én lehet, hogy fogok magamnak addolni egy zenelejátszót, meg egy ilyen bakelitet. Nem azért, mert valami, tehát persze a bakelitet azt szerezhetnék magamtól is, de most nem is magam miatt, hanem csak így, hogy feldobja már egy kicsit a hangulatot. Tehát nem tudom, hogy ezt csalásnak minősítitek-e vagy nem, de... Na égél még ki te? Te, igen, te Laci, te. Gyere, na, fassa. Tehát ez nem tudom, hogy ezt csalásnak minősítitek-e. De ha gondoljátok, én behadolok magamnak egyet. De amúgy ti nem fogjátok gondolni, ezt én fogom majd eldönteni. Mert ti úgyse kommenteltek. Tehát még aki nézi, azt sem meri fővállalni, hogy sziasztok, én nézem a Túlélő-sziget csoportot, vagy, és vagy a Skyblock Vitkobát. Tehát szerintem... úgyse fog senki oda kommentelni, de ezeket az uncsi dolgokat én már rájöttem, hogy legjobban úgy lehet feldobni, hogyha van egy kis fasz a zene. 1, 2, 3, 4. De mondjuk, ha vesszük, hogy lesz ajtó, akkor még kell 1, 2. Hát ez királyság. Na, jó, mindegy. Szerintem én beadolok magamnak egyet. Mit szóltok? Nem pofátlanságból, csak így. Na. Rájöttem, hogy hogyan tudnám elhasználni, de nem tévedtem. Amúgy ez igazából így lenne, de majd itt ezt a középső kettőt kifogjuk ugye nyilván hagyni ajtónak. Ugye? 1-2-3, 1-2-3, igen, ezt itt kifogjuk hagyni ajtónak. Ezt meg itt már nagyon üdvös volna feltölti kézni. Ezt majd itt kicsit hozzáteszünk.
Nagyon jó lesz ez itt. Még amire gondoltam, az így végig itt egy kerítés, hogy a hitfightok során se zuhanjak le. Meg semmikor se. Csak kár, hogy a földem elfogyott. Na, itt már az éjszakai jégboltot lehet látni. Amúgy az lesz, amúgy rájöttem, én nem fogok én magamnak beadolni dolgokat. Hanem innentől, amikor szedem a követ, kusba leszek és bevágok egy zenét ide. Na mit szóltok? Oké, okay, megbeszéltük. Na ez... ez izgalom volt a javából. Na, ember legyen a talpán, aki most lemegy hit fightolni így. Amúgy nem öntötte itt semmit a láva, ugye? Jó van. Hú, most nagyon betoltam. Nagyon hülyén fagy be ez állandóan, ez a mocsok. Víz. De azt sem tudom, hogy ki volt az a hülye, aki a tajgára építette ezt a vackot, ahol ilyen hideg van és befagy a víz. Ez nem volt normális, komolyan mondom. Meg esik a hó. Az első részben is milyen jó kis hóesés volt már ott. Na. Akkor innentől kusba vagyok. ピカ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 ピ
Az Ender Manus. Figyi, nézem az Endermant. Nézem az Endermant. Csá, Ender Manus. Na. Amúgy már én sejtem, hogy milyen zenét fogok én ide bevágni. De... anyád. Nagyon nyomassunk egy kis hitfightot. Csak a közönség kedvéért. De ezek az ilyen zombik mindig rossz helyen vannak amúgy. Még bakelitem is lehetett volna ebből. Most igen, most megint egy kicsit kussoltam. Mert most a harc, most élveztettétek a harcot. De egy pókot akarok én már elcsípni.
Na jobb, tudjátok mit? Adjuk a fenébe, rohanjunk a francba. So we back in the mind. Az... Az ott egy pók és meghalt, yeah! Nagyon tudnak ezek a cuccok, ezek a kaktuszok nagyon tudnak. Ott mászkálnak, a legrosszabb dolog a világon, amikor ott mászkálnak a mobok a jövendőbeli házadban. Hát micsoda szemétség ez ma. Na. Ja, ez jó lesz, még valamire még biztos. Ja, ez ilyen, ez úgy, hogy ez így, amúgy úgy, jó. Jó, nagyon jó. Ezt ide, így még több fa, és ilyen szótagolva beszélek. Hopp, dinnye. Na, jó, a dinnye most már terem rendesen, éhen halni már nem fogunk. Akkor a rothatósit eltesszük. Tartalékba. Na. Ja. Akkor hogy kéne mondjuk? Jaj, hát... Most őszintén, nem ez a legjobb szórakozás? Így föntről íjjal lelődözni a creepert. Amúgy csak attól féltem, hogy itt főmászik. A kis dögme fő tud mászni a létrán. Ez a legmeglepőbb dolog a creeperek kapcsolatban, hogy se kezese lába mégis főfut a létrán. Na, most valami olyan számú kő kéne nekem, ami 3-mal osztható. Mondjuk 33. Keljen már föl a nap, kérlek, keljen már föl a nap. És akkor mondjuk ehhez bevágunk 22 fát. És így akkor elvileg... Hopp, Enderman sebződik a kaktuszon. Trollolló. Na, amúgy akkor kéne egy kis szeplinget barmolászni. Nem ez rá a legjobb szó, de barmolászni szeplinget. Oh, na ezt most nem mondod komolyan, két lombot szétütöttem, mindkettő adott. Szeplinget. Hát, ez a pofátlan tök. Fogja magát és benő ide. Amúgy most, most mondtam egy férfi nevet, ki tudja melyiket. Aki azt mondta, hogy a Benő, az jól tippelt. Valóban a Benőt mondtam. Mert fogja magát és Benő ide. Na, de ez amúgy tényleg egy nagyon komoly dolog volt. Na. Azt a pókot le kéne vadászni ott. Főleg, ha még kardom is lenne. Basszus, most azt hittem, hogy le fog szerelni a pók. Hogy nem leszerelni, hanem lelökni, na. Ú, ez most egy nagyon szeplinges fa. Jó, jó. Jó, csak ne égne, csak ne égne, csak ne égne. Csak itt nem tudok pont ugrani a szeplingért, mert akkor leszedem itt a... Most miért nem adom le? Még tele van a fullos az inventory, vagy... Ezek a tököt azt fölvettem. A szeplinget még nem tudom. Na, végül fölvettem. Fene se tudja. Na, kis még egy kis hitfight.
Na nehogy már csak az egyetlen creeper maradt itt. De elvileg a pókok ugyanúgy itt maradhatnának, csak megszedülnek tőle. A kedvenc jelenetem az ez, amikor így... Itt azért jó sokan elégtek. De amúgy a pók, aki itt meghalt a kaktusz tetején, az nem adott semmit, vagy így... Sze. Aja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 j
Na basszus. Szórakázol itt velem. Ökör. Na jó, várjunk csak. Akkor egy, kettő, négy, öt, hét. Na jó, sarkokat ne számoljuk. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Jó, akkor itt lesz. Akkor eszkárba veszett. Nincs izém. Sárkja, eltörtem. A duplán kárba veszett most már. Úgy a sarkoknál ilyen cuccok lesznek, ja. Cuccok, jó, megmondtam, ilyen cuccok lesznek. Na. Zuzotköve, van 28 zuzotköve, akkor hajrá. Építgessünk itt kicsikét. Na, csodás, nem? Már így, hoppá, nőtt egyet a kaktusz. És én el is kaptam. Na, becsukjuk az ajtót, be ne jussanak a házba. Esélytelenek sose jutnak be a házba, mivel van csukva az ajtó. Amúgy tényleg jobb volna eljutni, addig már így este felé, hogy ne tudjanak bemenni a házba. Na. Akkor kéne egy kis csákány. Vagy mi kéne, ha volna? Az égetés be van fejezve. Most a 24 homokot kéne 16 izéből kiégetni, de nem minden homokot égessünk ki, csak így tartsunk meg egy négyet a biztonság kedvéért, vagy akkor így ennyit, hogy így legyen. De mennyi fog kelleni? Mondjuk 12 fog kelleni, akkor még ennyit megtartunk. Na. És akkor mondjuk talán kéne hozzá 8 izé, 8 deszka. Na szuper. Lénye. Gyönyörű, mint mindig. Hú, de most nagyon elkezdtek teremni ezek. Csak így repültek szét a dinnyék. Te meg folyjál már az istenedre. Na, jó, 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 jó. Na. Közben akkor mondom, hogy hogy tervezem a házat. Tervezek rá ilyen 2x2-es ablakokat, így nyilván középre, csak is középre, mindig középre. Ilyen király 2x2-es ablakok, bla bla bla. Azért bontottam ott le azt a követ, mert pont hülye helyre raktam. Ja, a többi most szerintem még nem lényeg. Hát így ugye kicsit olyan lesz, mint a túlélő szigetcsoportos félefajta házam, hogy így hopp, de hosszú rész lesz ez már. Akkor szerintem még ezt az anyagot még így... Na jó, megvárjuk, amíg kiég ez a 12 üveg, addig bontogatom. És akkor szerintem utána le fogom zárni a részt, mert már megint egy ilyen egy órás dökség lesz itt. Csak az a baj, hogy ezzel a
ebbe a Skyblockba biztos, hogy hosszabbak lesznek mindig a részek, mert, és még így is kevesebben az érdemi munka, mint a túlélő szigetcsoportban, mert ez körülbelül itt azzal megy el az idő, hogy én itt bontogatom a követ. És az nem buli. Jó. Így tovább, 29 linje, pipa. Ez kiégetett kővel így állunk, nagyon jó fonalat elrakjuk. Jó, minden jó, kis rothadt husi, kis csontocska, kis szepling. Hoppá, kis homok, mondom kis homok. Kis nyilacska, kis íjacska, kis kapa. Kis kaktusz, kaktusz nagyon fontos, hogy legyen kis tök. Dinnyének is mondjuk így a felét. Nem azért, mert valami, csak a múltkor is ugye meghaltam, azt nem akarom, hogy ilyen baromságok miatt elusszon a játék. Na, lássuk csak. A másik kaktusz is nőtt egyet, jó. Azt már szeressük. Na, gyerünk. Igen, tudom, nagyon bonyolult a minta, de igyekezzünk betartani. Itt most komolyan ilyen mérnöki formában nyomatom itten, tehát így ilyen mérnöki pontossággal így buhahahaha. Na. Nem, mint ha valaha is jó véleménnyel lettem volna a mérnökökről. Manapság már mindenki mérnök, kérem szépen, tehát így manapság már bárki elmegy gyakorlatilag mérnöknek, az mérnök lesz. Borzasztó. Ilyen világot élünk. Na. Mondjuk azt, hogy nem is rossz. Szerintem kezdetnek valami nagy. Illetve nem valami nagy, hanem valami jó. Na. Itt még megfűztök engem, hogy még egy szintet húzzunk rá, ahhoz kelleni fog majd még. De szerintem azt a következő szintet már csinálhatnám egy az egybe ilyenből. Hogy ilyenből. Mert ugye ennek most nem lesznek olyan nagy ablakai, mint a izének a túlélő sziget csoportba. Egyszer azt mondtam véletlenül, nem tudom, hogy itt most videó keretein belül, vagy csak valamikor valakinek véletlen azt mondtam, hogy túlélő sziget csapat. Na. Figyeljetek, lenne olyan foci csapat, az lenne az én kedvencem. Túlélő sziget csapat, gyerünk! Na. De ugye milyen jó lesz? Szerintem így már nagyon-nagyon alakul. Csak az a baj, hogy most lemegy a nap, és akkor most megint ott fogok rohadni egy éjszakát. És bontogatom itt a kövecskét. Na nézzük gyorsan. Chest. Sapling. Chont. Mindig csak a legszükségesebb dolgok vannak nálam. Erre megellett a dinnye is. Na, ez amúgy úgy nézem, hogy ez egy szép nagy fa lett.
Amúgy a Minecraftban szerintem a fa a legfontosabb. Mert azért gyakorlatilag minden abból van. Például abból van az ajtó, abból van a mindenféle eszközökhöz kell, akkor lehet vele égetni. Akkor nem is azt mondom, hogy lehet, hogy hülyén fogalmaztam, nem azt mondom inkább, hogy az a legfontosabb, hanem annak a legsokrétűbb a felhasználása. Pók, pók, na amíg még egyedül van egymagában. Na, gyerünk, kapd-e, kapd-e, kapd-e. Kapd-e, kapd-e, karcsi. Hú, mennyi pók. Megvan a háló. Ó, basszus, lerobbantják itt a hidat, amit ilyen nagy munka árán építettem, de... Na gyere csak, te mocsok, gyere, gyere! Te neked, te meg kell lesz még neked. Ó, mennyi pók, jók leszünk. Jók leszünk, jók vagyunk már. Na, megvan az ágyikom. Basszus, Endör bácsi bemászott a házamba. Endör manus. Annyi neve van már ennek a szerencsétlen Endörmennek. Hopp, alma. Ez nem szórakoznak a skeletonok, ez egy üzenet volt, ez egy üzenet volt itt ez a nyíl. Hogy figyelnek engem. Na, megint jön az a rész, hogy bevágok egy zenét. Anyját. Na jó. Ó, oh, vízhang. Ez egy új Minecraftos mod, vízhang effekt. Büdös francokat. Csak laggul a frapszom. Az se rossz. Na, de ez körülbelül olyan, mint amikor... Na, most nem mesélek viccet, mert most nem vicces a helyzet, most ilyen komoly veszélyben van az életem. Nincs ágy. Crafting table. Na, ágyikó. Ágyikó? Hát te várjál, akkor... Hát alszom én, aztán kiszúrok itt a mobokkal. Fú, basszus, csak le ne essek itt. Hopp, rossz szíve. Úúúú, a szép! Ó, micsoda tűzi játék. Fú, milyen tűzi játék. A Ender bácsiknak nem kéne ez fájjon. Ender manusoknak. Na már halnak, már halnak, már halnak. Hú, ebből lesz ám a jó sok csont. Hú. Na, jó van. Lesz egy csomó csont, meg nyíl. Megdumáltuk. Na, jó kiszúrtam. Megvan az ágyikó. Csak nem égettem ki köveket. A fene. De se baj, mindjárt bepótoljuk a hiányosságot, de az Ender bácsik még miért vannak ott? Azok már, azoknak már bazzi nagy fájdalmaik kéne legyenek. Persze, hogy a tököt meg nem hoztam magammal. Most kettővel egyszerre nem merek kiállni az a gáz. Hát ezeknek már rég meg kellett volna halni. Basszus, nem igaz. Korlátozza a látószervemet. Na, a kripa kispannot. Hú, itt ahol rengeteg csont van, az meghalt. Hú!
17 csont és 15 nyíl. Azt! Basszus kutyus! Hát megérdem lesz fog, hát nem igaz, hát most lesz. Már nincs rajtam a tök. Na. Hát most hogy szerelték le innen az egy darab kakt? Még mindig itt van mind a kettő, basszus, ezek meddig akarnak itt túlálkodni? És hova tűnt a homok? Anyám borogas. Leszerelték az egyik kaktuszomat. Megpróbáltam lelökni az Ender bácsit. Ender manust. Nem ám visszajön. Mert súnyán megütöttem szegénykét. Hopp, és megjártottam ezt távolban egy díjjel. Jó, ez megint egy ilyen bitank hosszú rész lesz. Ellenőrzöm is gyorsan a merrev lemezt. Hát az még van, de már nem sok. Na, basszus, hol a Minecraftom? Na, hallod, Ender bácsi, nem akarod követni a barátodat? Te Ender manus, te. Én öntörvényűen sétálgatsz itt, ahelyett, hogy arra menni, amerre löklek. Basszus, még én esek le miattad, te hülye. Na. Azt hittem, hogy ennek a dögnek fáj a víz meg a fény. Jó. Sose jön rá, hogy valójában mi ölte meg. Nem jött vissza egyik se, ugye? Na. Akkor köveket égetünk. Jó, hát ezek ilyen hosszú részek, nem baj. Á, hogy utálok én tököt hordani a fejemen. Fú, most olyan, mint hogyha hirtelen estéből reggel lett volna, vagy nem tudom, körülbelül olyan. Na, mi ennyi volt? Hát az nem sok. Na, gyerünk. Most már igazán üdvös volna befejező, de ebben a részben befejezem a házikónak legalább így addig, hogy... És majd kéne oda egy homok is. Hát éreztem, hogy jó lesz, ha megtartok egy kis homokot. Érdekel, hogy hogy van ez. Ajajajajajajajaj, gyerünk. Most próbálok nagyon spurizni, de hát nem nagyon megy. A tető is amúgy ilyen izékőből lesz, ilyen kőtéglából, szóval... Este ugyanúgy, mint ott a... ágyamna. Hoppá, szepling lehullott. Te meg folyjál már az Istenért. Ja. Na, abszolút. De itt az a baj, hogy itt amúgy nem lesz fákjám. Na, hát nem borzadály. Hát akkor ez megsemmisült. Basszus! Kigyulladt már, megint kigyulladt. Igen, ez így nem fog működni. Na, majd... Na, most majdnem leestünk.
Illetve, hogy csak én, ti maradtok. Na jó lesz. Tévedtem. Kevés lesz. És még hozzá milyen hülyén kevés. Na jó, gyerünk gyorsan, még kettő kell, aztán lezárhatom ezt a retek részt, mert nem mintegy, hogyha bármi bajom lenne, de hát azért tudja. Már egyrészt az, hogy most már minél kevesebb a hely, annál inkább laggol a frap. Másrészt meg ugye, hát már én is éhes vagyok, meg kéne ebédelni. Ja, de most ezt már akkor is be akarom fejezni. Jó lesz. Anyám borogass. Na. Kelleni fog még valami kaktusz maradt, hát jó. Na, legalább addig a tetőt már nem fogom ráépíteni, legalább a maradékot csináljuk meg. Most elkezdtem is sprintelni. Na, basszus, rájöttem már valamire. Hogy ez így fog működni. Na, szuper. Ez körülbelül ez így lesz. Ennyi hely van az inventorimba. Mert amennyiben... Ó, csak a kaktuszot még bajt okozhat. Ugye, ha valamilyen blokk ráesik a kaktuszra, akkor az felfordul. Mármint, hogy a blokk meghal, úgyhogy... óvatosnak kell ugyebár lennünk. Yep. Na. Kaktusz meg mondjuk kirakjuk ide. Így. Így ide. Pont, hogy idegesítse a mobokat. Ezt én ezt leszereljük, és akkor... még lerakom így ide az ágyamat, és megköszönöm a figyelmet. Köszönöm, hogy néztetek, végig szenvedtétek velem ezt a maratoni nagyságú részt, maratoni hosszúságú részt, úgy is mondhatnám. Ott van már két dinnye, terem, mint állat. Hát ja, mostantól már kicsit könnyebb lesz a túlélés itt. Észrevettétek, hogy nálam mindig valami, mindig minden a túlélésről szól? Tehát ez ilyen kis beteges hajlamaim vannak nekem. Mindig minden a túlélésről kell szóljon. Na. Jó, most tudom, hogy azt ígértem, hogy befejezem, de most így eszembe jutott, hogy akkor ezt miért ne csinálnám már meg, hogyha most már úgyis van fám. Na, jó van, most már így, ó, nagyon szép lesz majd itt minden. Na, köszönöm szépen a figyelmet, majd egész délután ezt fogom vagdosni. Na, sziasztok!